Zsúfolásig megtelt a megyeháza nagyterme a nyertes pályázó képviselőivel. A partnerségi napon a résztvevők részletes tájékoztatást kaphattak a támogatás kifizetéséhez kapcsolódó kötelezettségekről és határidőkről. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta, a megye rendelkezésére álló csaknem 90 milliárdos uniós forrás a TOP programon keresztül érhető el. A teljes összeg harmadára, 34,9 milliárd forintra már nyerteseket is hirdettek. A következő hetekben azt kértük a Magyar Államkincstár helyi igazgatóságát, hogy kösse meg a támogatási szerződéseket praktikusan június közepéig, annak érdekében, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium június végére át tudja utalni a kedvezményezetteknek a támogatási összegeket előleg formájában. Így elhárul minden olyan probléma, amely a projektek ütemezett végrehajtását hátráltatná. Tehát például likviditási problémája sem lehet az önkormányzatoknak, hiszen előre tudnak fizetni, tehát előlegként a számlájukon lesz az adott összeg. A második körös felhívásra már beadhatóak a pályázatok, ami a nyár végéig lezárulhat. A döntések és a kifizetések pedig még ebben az évben megvalósulhatnak. A források nagyságának tekintetében több mutatóban is nagyon jól áll Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A források tekintetében, arányok tekintetében pedig második helyen állunk két mutatóban is, a nagyságot tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén előz meg bennünket, hiszen nagyobb megyéről van szó, több önkormányzatról van szó. Az egyfőre eső források esetében pedig Nógrád megye előz meg bennünket, valószínűleg ott még nagyobb a baj, talán nálunk is, hiszen ez a forrás, ez területi kiegyenlítést, kohéziót szolgáló fejlesztési forrás. A következő körös pályázatokat a megyei közgyűlés júniusi ülésén fogja véleményezni. A tervek szerint mintegy 50 pályázat eredmény hirdetése várható.